Sziasztok, Kingek! Én nagyon örülök neki, hogy a hazai Airsoft gyors és látványos fejlődésnek indult COVID alatti teljes leállást követően. Nemrég egy olyan pálya nyílt meg Veszprém mellett, amely több szempontból is igazán egyedinek mondható. Egyrészt ez az egyik leggyönyörűbb Airsoft csatatér Magyarországon, egyedül talán a Hosszúhetényi és a Zsámbéki vetekedhet szépségével. Másrészt olyan kezelőkhöz jutott a terület, akik országszerte híresek az igényes és feelinges játékaikról, a BSA Csernaja Zvezda ESE és a Pretória Kulturális és Sport Egyesület egyből egy talán teljesen egyedülállónak mondható játéksorozat szervezésére adta a fejét. Az Európa 2035 sorozat lényege, hogy minden játék része egy nagyobb történetvezetésnek, kvázi egy hadjáratnak vagy kampánynak, az egyedi játékok kimenetele pedig nagyban befolyásolja, hogy pontosan merre halad tovább a sztori. Vagyis a legtöbb hazai Airsoft játékkal ellentétben itt nagyon nem mindegy, hogy ki nyer, mert ez dönti el a további játékok cselekményét. A történetről nagyon röviden annyit, hogy a játék egy fiktív, sötét jövőképet vetít elénk, a NATO összeomlott, az erős nyugat-európai államok pedig gazdasági és katonai erővel próbálják a kisebb országokat rávenni arra, hogy viselkedjenek kényük és kedvük szerint. A kisebb országok viszont inkább kelet felé kacsingatnak. Németország hosszas és sikertelen gazdasági zsarolás után megtámadja Csehországot, amely viszont külföldi önkéntesek segítségével felveszi a harcot a szomszédos agresszorral. Szervezők az eseményhez még egy interaktív térképet is készítettek, amely nyomon lehet követni az egyes csaták eredményét. Mi a Prágát segítő keleti önkéntesekkel harcoltunk együtt, egy jópofa sörért és a cselányok kegyeiért cserébe nem kíméltük a német betolakodókat. A tét nem volt kicsi, a győztes a Szudéta vidék ura lesz. A játék során körülbelül 15%-os létszámhiányban voltunk, az ellenfélnek viszont alapvetően nehezebb dolga volt, hiszen ők támadtak, mi pedig védekeztünk. A harcok négy igényesen kiépített lőállás körül folytak, nekünk ezeket kellett megtartanunk, illetve ha elveszítettük őket, visszafoglalni. Előre bocsátom, hogy nem ez lesz az a videó, amelyikben a világ leglátványosabb fregeit fogjátok látni, ennek pedig főleg az az oka, hogy a pálya nagy része egy gigantikus erdő, az átlagos csata pedig így nézett ki. Ettől függetlenül egyébként kontaktban nem volt hiány. Az elejét nagyon megtolta az ellenfél, mire észbe kaptuk, az első két bázisunkat már elfoglalták. Tározok! Itt! Két nagyobb ösvény szelte három részre a pályát, az első harmadban mi szinte egyáltalán nem is jártunk. A második harmadban viszont sikerült őket, legalábbis átmenetileg megfogni. Intenzív bozott harc vette kezdetét. Megmondom őszintén, sokszor fogalmunk sem volt arról, éppen mit lövünk. Ott valaki megadta! Ezért fogyott az ellenfél szépen lassan, jó 20 perc alatt 3-ra is visszaállt. Egyre kiállt! Köszönhetőd neked, mi? Nem. Kofi, eddig is csak a bozót ott lőttük, aztán megfaltak vele, hogy... Ennyi. Miközben örömmámorban úszva a következő offenzívát terveztük, nem vettük észre, hogy egy negyedik raja hátunkba lopózik. Ez masszív volt. Sajnos, mivel konkrétan a fél rajunk egy másodpercen belül meghalt, gyorsan ki is véreztünk. Így esett, hogy a harmadik fobot is elvesztettük. Az utolsó védvonalnál, ha jól tudom, már csak egyetlen fobunk maradt a főbázison kívül. Közel álltunk ahhoz, hogy a játék már délben véget érjen. Itt viszont felhúztunk egy jó hosszú védvonalat az utolsó tisztás túloldalán, és vártuk, hogy az ellenfél a nyílt terepen keresztül támadjon. Ez a taktika bejött. Szerintem jönnek. Aha, látom.
felőrültük a támadást, aztán ellentámadtunk, az ellenfelet kitoltuk a pálya több mint kétharmadából. Ahogy hátba kerültem ezt a lőállást, a legviccesebb dolog történt velem, amit életemben láttam Airsoft játékom. Odaosontam ehhez az ellenséges lövészhez, mit sem sejtve dobatni tudjam a srácot. Arra viszont nem számítottam, hogy a másik oldalról érkező baráti raj tüzet nyit rám, és azonnal le is fregeltek engem. Szép volt! Srácok, komolyan! Nem igaz! Aztán, ahogy odajöttek medikelni, nem vették észre az ellenséges lövészt, aminek az lett a vége, hogy végül nem én dobattam őt, hanem ő dobatott két baráti katonát. Ez a kész! Na? Hát srácok, én tényleg nem akarok senkiből gúnytűzni, de ez rendkívül vicces volt. Én magam sem bírtam ki röhögés nélkül az egészet. A Szudéta vidékért vívott küzdelem végül úgy ért véget, azt hiszem, mindkét oldal két-két pontot birtokolt. Ezzel lényegében döntetlen lett a meccs, nem tudom, hogy a szervezők milyen fonallal szövik itt tovább a történetszálát. A játék nagy tanulsága számunkra egyébként az volt, hogy teljesen máshogy kell egy ilyen sűrű, erdős játékot játszani, mint ahogy mi általában játszunk. Nem működik olyan jól a városos, vagy ritkább növényzetes pályákon megszokott, nagysebességű, nagy nyomású, offenzív taktika. Itt egyszerűen az nyer, aki jól rejtőzködik és kellően türelmes. Tehát hiába mozogsz és lősz jól, jó esélyed van rá, hogy le fog varni valaki, aki 10 percen át hasal a zavarban, és megvárja, hogy te közel kerülj annyira, hogy biztos célponttá válj. Az első gyors halál után mi is ezt játszottuk, és gyorsan meg is jöttek a fregek. Szóval csak okosan, srácok! Ha nyerni akartok egy ilyen pályán, szépen hasaljatok csak le a zavarba, és ne feledjétek, az árnyékban még egy nem megfelelően megválasztott rejtő mintát is sokkal nehezebb észrevenni. Köszönjük szépen az igényes szervezést, és a sérült játékos társunk ellátását a BSH-nak és a Pretóriának, és nektek is köszönjük a figyelmet. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el dobni egy lájkot. Nem kizárt, hogy csak a júniusi Korengál játékról jelentkezünk be legközelebb, addig is iratkozzatok fel, nagy lemaradjatok, ha netán közben mégis dropol valamilyen érdekes kontent. Jelenleg több oktató jellegű projektet is futtatunk, nem kizárt, hogy valamelyik elkészül a következő hetekben, ha jóisten is úgy akarja. Áldott szép napot kívánok nektek, kedves barátaim, júniusban biztosan találkozunk!